teoretikusan mondom talán. Ennek nagy varázsa van. Nagy varázsa van annak, hogy azok, akiknek nem van az adottságuk, hogy a szabadságnak ebben a szabad formájában létezzenek. Hogy azoknak a vonzódása az atyához, a megmondóhoz, az érthetően nagy. Pláne, hogyha ebbe is nőttünk fel. Pláne. A szabadság valószínűleg nehezebb, mint az elnyomás. Sokkal nehezebb, mint egy filmesnek. A szegény legényeket csak akkor lehet megcsinálni, hogyha vasfüggöny van. Különben nem érdekes. Különben nem érdekes. Ugye a államelnök megtisztelt azzal, hogy mikor odaadta a második Kossuth díjamat, akkor kivitt az erkélyére, a palota erkélyére, hogy egy gyönyörű az erkély. Előtte az egész város, fantasztikus. És ugye, hogy beszélgetett velem, és azt kérdezte tőlem, hogy mondja, miért nincsen magyar filmstílus már? Mondom, tudja mit? Állítsuk vissza a vasfüggönyt, újra lesz. Mert manapság megfogalmazni ilyen szírszalmesterségben, mint a miénk. Azt, hogy miben élsz, és hogy, először is sokkal nehezebb ma már, mert erre nehezebben kapsz dohányt, hogy azt fogalmazd meg, hogy reflektálsz, hogy te, a készítő reflektálsz az életre. Arra sokkal nehezebb pénzt kapni. Egyfelől. Másfelől meg marha egyszerű azt ábrázolni, hogy van az elnyoma és van az elnyomott. Rettentesen egyszerű. Rettentesen egyszerű. Hát nem véletlen egyébként, hogy ebben a sok ezer filmfesztiválban, ami évente van, nem tudom, biztos ezer fölött van már a filmfesztivál, abban azért mindig a menők ma a kínaiak, a japánok, a vietnámiak, egy darabig a törökök voltak. Nem véletlen. Nem véletlen. Szóval nagy dolog, tényleg marad nagy dolog a szabadság. Marad nagy dolog. De azt is ki lehet bírni. És meg is lehet tanulni.